Sziasztok! Ebben a videóban növénytáp adagolókat fogjuk tesztelni, és megnézni, hogy hogy lehet ezeknek a pontosságát ellenőrizni, hogy mennyi. Tehát egy pumpa az mennyi milliliter, tehát általában itt 1 és 1,5 milliliter között mozognak az adagolók, tehát egy pumpa nyomás az 1, mondjuk 1 milli gyártótól függ, 1 milli és 1,5 milli között mozoghat. Elsőnek nézzük meg egy általános hibát, hogy az adagolók mikor lehetnek pontatlanok, amikor adagoljuk a növénytápot. Kétféleképpen lehet felkeverni egy növénytápot, minden növénytápot, tehát legyen az kertészeti bármilyen, adagolás előtt ajánlatos felkeverni. Fel lehet keverni sékerként, ilyenkor, hogyha fogy a növénytápunk, akkor jöhet egy olyan, hogy az adagoló cső aljába, tehát ami lenn van, ahonnan szívja a növénytápot, levegő kerül, és ilyenkor már pontatlan lesz az adagolónk. Előfordul, hogy kevesebb növénytápot ad egy pumpa, és ilyenkor, hogyha erre hagyatkozunk, akkor hiánytünetek is lehetnek a növényeknél. Tehát ne sékerként rázzuk fel, ha lehet, hanem egy centrifugaként, tehát körkörös mozdulatokkal rázzuk fel. Tehát ugye fel van rázva, még utána forog egy kicsit a folyadék, tehát adagolás előtt így rázzuk fel. Most pedig meg kell határozni, hogy milyen adagot is az adagolunk egy nap, tehát 1,3 milli. Ehhez szükségünk lesz egy kis tégelyre. Tiszta legyen, száraz, és utána pedig leteszteljük. Fontos, hogy ne egy pumpát adjunk, hanem többet. Ez pedig így zajlik, hogy adok egy pumpát, kicsit várok egy pár másodpercet, tehát várjunk, utána adok még egy pumpát, ez ugye kettő, szünet, egy pár másodperc, három. Minél több pumpát adunk, annál jobb. Ez ugye a negyedik, várunk egy kicsit, és utána jöhet az öt. Megvan az öt pumpa, tehát ilyenkor öt adagoló, tehát öt adagoló van a tégelybe. Most kell egy fecskendő, ami be van skálázva, pontos legyen, hát most nem tudom milyen fecskendő, ez talán nyomtató patronhoz töltéshez volt, még használaton kívüli, és ilyenkor elkezdjük felszívni, ez egy 10 millis. Hát nagyjából előtte tisztában kell lenni, hogy mennyit ír. Tehát bele kell férni egy fecskendőbe, ha nem fér be, akkor kétszerre. Tehát a két mérést összeadjuk. Ezt most nem fér bele egyszerre, úgyhogy kicsit visszahúzom, és utána kiszívom az összeset, ami van. Sikerült kiszívni. Egy kicsit légtelenítem a tűt, tehát hogy ne legyen a tűben folyadék, és utána pedig leléktelenítjük, tehát kinyomjuk az összes levegőt. Ez így most megtörtént. És most leolvassuk az értéket. 6,5-ös, vagyis ez azt jelenti, hogy az én adagolóm, igen, 6,5, ez azt jelenti, hogy az én adagolóm az 1,3 milliliter egy pumpa nyomás, tehát 1,3 milliliter növénytápot ad. Ha a kicsi fecskendőnk van, akkor megcsináltuk úgyis, hogy kétszerre szívjuk fel, és utána visszatöltjük az edénybe, és nyilván ilyenkor a millilitereket össze kell adni. Tehát ez 5 pumpanyomás volt, 6,5 milli, és akkor 6,5-öt el kell osztani 5-tel, és az eredmény 1,3, tehát 1,3 milliliter egy pumpanyomás. Megvan például, hogy most egy 130 literes akvárium van, akkor heti 10 pumpanyomást kell egy alapdózisnak a planterből beadni, ez egy TF planter adagoló. És akkor ebből tudunk számolni, tehát 1,3 milli. Mindenki tesztelje le, volt akinek 1,4, van akinek 1,5, ez változó. Annyi, hogy a felrázásnál figyeljünk, hogyha sékerként rázzuk fel, akkor ez az 1,3 milli megváltozik, ha a csőből kijön a folyadék. Tehát körkörösen rázzuk fel, lehetőleg centrifugaként.
és akkor még utána forog így. És ebből már tudunk számolni, hogy mennyi növénytáp kell.